Szántaj. Mészáros. Ez tavaly még pontos kirúgásnak számított, idén már nem. Birtalan. Az egy jó kiugratás. Szatmári, na nézzük ki a középen. Granic, Urbil, ott a helyzet és ott a gól. Megvan az egyenlét és a 34. percben. Granic megint csak nem találta a kaput elsőre, de szerencsére Urbil érkezett és bepofozta a labdát közelről. Birtalan, azt most megköszönheti. Elhozhatja keresztbe és már Granic a jobb oldalon. Az eddig jó, meg lehet várni egy picit a társakat, amíg felzárkóznak az akcióhoz. Pilán jön mögötte. Granic befelé tolja. Az úgy még mindig jó, Urbin. Granic! Ott a helyzet, gól! És ha nem volt les, már pedig nem volt les, akkor Urbin duplázik. Az első fél utolsó percében visszaszerzi a vezetést, vagy megszerzi a vezetést a zsavai csapat. Kék mezben, fekete nadrágban házigazda. Szeged 2011, és Boyer Gábor csapata pedig fehérben, és Nagy Sándor indul el középen, és szaporázza is, és a Zitzer, nagy, nagy, gól! 3-1, egy perc telik el a második fél időből, és rögtön betalál a csavai együttes. Nagy Sándor, hát kifejezetten gyors volt, és megnyerte Csaușiccsal szemben a futóversenyt, és fel is rúgta a jobb felső sarokba a labdát. Szélpál megoldja, sőt, még kint sincs, Mészáros megoldhatja. Meg is oldotta, Szatmári. Az nagyszerű így. Ezt látja. Lustus. Megvan ezt látjinak még. Ez lehet még egy jó kontra. Gyurján. Pilánt kell megvárnia. Pilán érkezik is, és a lövés. Nagy vérés, de ott a gól, Szatmári. 10 emberrel is gólt szerez. Sőt, most már 11-jel, mert Nagy Sándor visszatért közben a gól örömre, odaér. Nagyszerű kontra. Már Pilán is gólt szerezhetett volna, de Szatmárinak hagyta meg a gólszerzést, mondjuk így. És 4-1 a csavai együttes javára. Urbin. Hát a Mosonmagyarvár csapata tényleg megszállja, ha kell 10 emberrel a saját kapuja előterét. Na most hát, ha sikerül feltörni Urbin, gyönyörű, Szatmári, ez nagyon nagy helyzet, Szatmári visszaveszi, nagyon szép gól! Az 56. percben Szatmári révén megszerzi a vezetést a Békés Csaba együttese. Mészáros király, a labda útja ismét. Ez is jó, ezt látja. Nagy Sándor, jó passz, Szatmári. Középre. Gyurján, óriási gól! A bal lába, Gyurján bal lába elsül. A 80. percben megvan a második találat. 2-0-ra vezet a csabai együttes. Szatmári nagyon veszélyesen jön a labda, és bepattan Mészáros a gólszerző. Helyzet nélkül megvan a vendégvezetés. És akkor Mészáros első gólját, első NB1-es gólját a Győr ellen szerezte, és ebben a szezonban is megvan az első találata. Hát egy pontrúgás, tényleg ez volt az, amiben bízhatott a Békés Csaba, éltek is a lehetőséggel. Itt van Mészáros, Gyurákovics egy kicsit bizonytalan, visszatáncol, ott maradt fél úton, de hát Mészáros amúgy is olyan érdekesen fejeli meg így, hogy a földről felpattan a labda, hogy nem lehet vele mit csinálni. Ott a gólvonalon sem tudja ezt már kifejelni Kovács. Pont átpattant a feje fölött. Hát némileg meglepetésre. Békés Csabai előny, Békés Csabai vezetés. Nagy bedobás lesz minden bizonnyal. Nagy bizony. Ez pedig sárga lap, és 11-es a 17. percben. Megszólalt a sír, megmondom őszintén, pontosan nem láttam, mi történt ott a kavarodásban, de minden esetre a labda 11-es ponton, Birtalan botond a labda mögött, vele szemben pedig Molnár Farkas Csamás, valószínűleg lerántottak valakit, és megszerezhetve 17. percben a vezetést a Békés Csaba.
amennyiben a 11-est értékesítik a vendégek. Derültékből villámcsapásként érkezett a 11-es és a gól, 17. percben Birtalan 11-esével 1-0-ra vezet a Békés Csabai együttes. Tudatosan bőr a Csabai játékosot már nem szabad bántani. És egy újabb 11-es, nagy lábát húzták el. A 75. percben nem is tiltakoznak a kisvárdaiak, és ismét Birtalan a labda mögött, az előbb berúgta, nézzük most, berúgja-e? 2-2 a 75. perc végén. Ne felejtsük, hogy egy nagyon nagy lehetőség a gólszerzésre a szabálytalanságot követően. A 9. percben vagyunk már a mérkőzésen, 0-0-nál. Nagy fogja elvégezni a szabadrugást, és meg is van az első találat. Reméljük, hogy jól fogalmaztam, és csak az első gólt láthattuk a mai mérkőzésen, amit a lilák rúgnak. A szabálytalanságot követően tehát 16,5 méterről járt a szabadrugás, Nagy István pedig tökéletesen kilőtte a jobb alsó sarkot, hiába vetődött, a csereként beállt Tajti. Birtalan. Birtalannál még a labda, Birtalan ballal ellövi, és becsurog, beleért egy védő, megvan a második találat. Nagy István. Szatmári egyebe ballal, Rurbin megelőzi a kapust, és megvan a harmadik találat. Tajti rosszul jött ki a kapujából, Urbin remekül ment föl a kapuval szemben 10 méterre, és szépen csúsztatott a kapuba, megelőzve a kapust. Egy beadás után sikerült tehát megszerezni a harmadik gólt, és ezzel azt gondolom eldönteni a mérkőzést, mert nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Siófok ember hátrányba rúgjon 2 gólt. A találkozó 38. percében Gránic Patrik talált a kapuba, Birtalan Botond már a 6. Békés Csabai gólt szerezte. De a szabadrugás az mindenképpen jó pozícióban jár. Gránic és Nagy István a labda mögött. Tehát 6. perc, Nagy vagy Gránic végezheti el a szabadrugást. Gránic lövi el, és óriási gólt szerez! A 6. percben megvan a csabai vezetés. Átengedte Nagy István, és hát milyen jól tette Gránic, betekerte. Vursics pedig megkövülten át. A helyzetet nem tudott kialakítani eddig Klaus László együttese. Birtalan, és Gránic már indul. Gránic, egy kicsit volt hosszú. Ott a visszaszerzett labda.
a szenzációs és a lövés és a gól! Birtalan találja meg az utat a jobb alsóba. 2-0 a 26. percben. Birtalan 6. gólja a bajnokságban. Granic. Elsik labda átvétel közben, de még így is megőrizte, és azzal lehet menni. Nem jön ki Bursics, úgyhogy nagy nyargal viciál a túloldalon. És visszalövi a rövidben, nagy! Egy kicsit a kapusé is ez a gól, de Nagy István nagyszerűen látta meg. Vicián érkezett a hosszú oldalon, Nagy azonban nem lőtt el, hanem nem passzolt át, hanem ellőtte. Ez a pontos kifejezés is 3-0. Mindenül egyelőre a csabai csapatnál, amit kitalálnak a lilák. Már a 43. perc eleje, Birtalan teszi középre, és ott érkezik, és bepattan! Bepattan Kis Lászlóról talán. Egy kis szerencse is kell a csabai együttesnek. Ezelőtt sem játszott rosszul Boyer Gábor csapata, de most ráadásként hazai pályán tudja ezt a játékot produkálni. Gyurján a kiugratása, Gyurján elteszi és gól! 5-1! Gyurján nem sokat töltött a pályán, nem sokat tétlenkedett, elnézést, hanem megszerzi az 5. csabai gólt. Gyors válasz a ceglédi szépítésre. 5-1 a 62. percben. Kultábor is a csapat egymásra találjon. De Birtalan kap egy indítást még. Birtalan az egyszerben, Birtalan bokából elteszi, és nagyszerű gól! 6-2! És Birtalan óriási gólt szerez. Mursics mellett felett nagyszerűen tette el, és ez a slusszpoén a mérkőzésen. 87. perc, ha jól láttam. Szatmári, az jó labda. Urbin befordul, gól! Megvan az egyenlítés, Urbin Péter forgatja be az emberét, és ha helyzet nélkül szerzett vezetést a Gyirvót, akkor most helyzet nélkül jön gyakorlatilag az egyenlítés. 78. perc. Urbin, igazi center gól. Szerint ez van a tabellán, de Tóth Dániel még változtathat rajta például. Tóth, jó a beadása és a fejes, óriási védés, Rabina kivetődik a középre adás és a fejes, gól, bent van, Tóth Dániel befejelte, hát nem egy mintaszerű akció végén, de megvan a szépítő gól. Ibánszki eszén azonban nem tudott kifogni, minden esetre egy jó lövés a 17. percben. És Békés Csabai lehetőség a túloldalon. Középletett labda, egy lövés, gól! Középletett labda, egy lövés, gól! Az első komoly Békés Csabai lehetőség már is gólt eredményezett. A felső sarkot pupasítja ki a labda. A budafoki lehetőség után a 17. percben Békés Csabai gól tehát. Oldás, mert könnyedén fejelték el a csabaiak. Sőt, támadás indulhat a gyors Szatmári révén. Szatmári, mellette Harsányi, két gyors ember párbaj, a Szatmári teszi át. Ez nagyon jó. Urbin leveszi, ott a lehetőség, Urbin a gól. Urbin leveszi, ott a lehetőség, és gól. Az 55. percben ismét egy gyors támadás, Szatmári keresztbe tesz labdát, Urbin elegánsan leveszi, és kilövi a hosszú sarkot. 55. perc, 2-0. Nincs les, van viszont egy emelés, és szépít a Békés Csaba. A nagy örömködés közepette, Szélpál ment előre, és szépít a vendégcsapat. Vissza is adja. Vicián. Az egy nagyon jó labda, Gránicnak kellett egy picit lefékeznie, Gránic visszahúzza, legurítja lövésre, és Birtalan lövi be! Az első helyzet rögtön meghozza az első gólt. A 7. percben vezet a csabai együttes. Hát, ha ilyen egyszerűen ment volna mondjuk 2 hete a Budaörs ellen. Gránic kapott egy kiváló labdát, jól tette vissza, és Birtalan lőtte a léc alá. Tóth, az nagyszerű csel. Tóth, Birtalan és Szatmári érkezik középen. Lesz-e beadás? Első szándékból nem. Aztán Nagy István kéri el.
Nagy. És 11-es lerántás miatt befújja a játékvezető. Jól lépett be Gránic. Két ember közé, Nagy Istvánnal megy az ölelkezés, hiszen jó ütemben érkezett a passz, és hát megvolt a mozdulat. Látványos volt a mozdulat sajnos dorogi szempontból, a játékvezetőnek így könnyebb dolga volt. És Birtalan duplázhatja meg góljainak számát és a csabai vezetést is, hogyha értékesíti a büntetőt, tehát a 13. percben. Birtalan labda mögött, Vajda vele szemben. Birtalan belövi, a bal alsóra szállított a dorogi kapus, Birtalan pedig a másik irányba tette a labdát, hatos vonalára, és jön az indítás, és Szatmári jobb helyzetben a versenyfutásban, Vicián középen. Szatmári ellövi, és bent van a rövid sarokban. Na Szatmári, csak megvan a gólja. Hát egy olyan szituációból, ami igazából nem volt helyzet. Békés Csaba kevesebbet. Most vigyázni, mert ott lesz a fejes. És 11-est ad. 11-est adott a végén. Nem volt az véleményem szerint. Elcsúsztak ott, többen ilyen van. Intettek a Békés Csabaiak, és aztán erre az intésre azt mondják, hogy intető, vagyis azt mondja a bíró. Valajti berúgta a Vác ellen a büntetőt. A hazai mérkőzésen ott ugye tudtak fordítani a hazaiak. Nem tudom, volt-e büntető, amit megítéltek még a Kazincbarcika ellen. Gábornak mond valamit Sigér, egy biztos, hogy nem érdemel vereséget. Birtalan fogja elvégezni a büntetőt, tehát hát Gábor bravúrjában reménykedhetnek meg a csúszós talajban a hazaiak. Birtalan gól! 88. perc, 0-1. Van rutinus játékos bőven Csabai együttesben, úgyhogy nem lesz ezzel gond. Pilán húzza meg, és ott a fejes, és ott a gól, Szatmári. A 11. percben megvan a vezetőgól. Nagyszerű volt, hogy Pilán meglógott, és egy nagyszerű beadást küldött be, Szántai pedig tehetetlen volt, Szatmári könnyedén fejelte be a kapuba. Vicián ellapja a labdát, azzal lehet menni Urbin. Urbin tiszta helyzetben. Urbin, gól! 2-1! Gyorsan jön a válasz a 41. percben. Babinyec. Jó helyre is ment az emelés, és a lövés, és a gól! Tóth Dániel, ha jól láttam. Hát így kell valahogy, ilyenre gondoltam, amikor az előbb azt mondtam, hogy ha ott van a labda és a lövőhelyzet, akkor el kell lőni. Hát ez most megtörtént, a 70. percben megvan a harmadik csabai gól. Két gól a különbség,